Izrael a Hamász több vezetőjét is kitoloncolhatja Júdeából és Szamáriából a gázai övezetbe az izraeli tinédzserek elrablása miatt. Az izraeli hadsereg csaknem 150 palesztint, főleg hamászosokat vett őrizetbe a razzián. Szakértők azt mondják, hogy bár a Hamász megbékélt a Fatah-hal, a letartóztatások miatt alig ha veheti át a hatalmat Gáza után Júdeában és Szamáriában is. Mintegy 2000 izraeli katona, köztük kommandósok és ejtőernyősök keresik a tinédzsereket Hebron közelében. A több mint 5000 éves bibliai város környékét az izraeli hadsereg lezárta, és szigorúan ellenőrzi a gépkocsikat. Júdeában és Szamáriában a napok óta tartó razzia során mintegy 150 palesztint őrizetbe vettek, elsősorban a Hamász palesztin terrorszervezet tagjait. Letartóztatták a palesztin parlament korábbi elnökét, Aziz Duvejket is. Éjszaka zavargások törtek ki, amelyekben egy palesztin meghalt. A 16 éves Gilad Shaert, Naftali Frankelt és a 19 éves Eyal Yifrachot csütörtök este hurcolták el Gush Etzion közelében, miután felkéreckedtek egy gépjárműre, hogy mielőbb hazajussanak. Ez beleillik azoknak a borzalmas cselekedeteknek a sorába, amelyeket a palesztinok rendszeresen elkövetnek, mert meggyőződésük, hogy Izraelnek el kell tűnnie. Én is elveszítettem a fiam. Tudom, mint mennek keresztül a szülők, mondta egy jeruzsálemi férfi. A szülők maguk is megszólaltak. Naftali Frankel édesanyja azt mondta, reménykednek abban, hogy hamarosan viszont látják fiukat. Az izraeli miniszterelnök a Hamászt vádolja az emberrablás elkövetésével. Benjamin Netanyahu több hónap szünet után telefonon beszélt a palesztin elnökkel. Azt mondta Mahmoud Abbasnak, elvárja a palesztin hatóságtól, hogy segítsen elfogni az elkövetőket. Abbas elítélte az emberrablást, de az izraeli hatóságok intézkedéseit is. Németország követelte, hogy azonnal engedjék szabadon a fiatalokat. Az Izrael szövetségesei európai csúcs találkozójának résztvevői pedig budapesti közleményükben a leghatározottabban elítélték a három izraeli fiatal elrablását, és követelték, hogy a palesztin hatóság tegye meg a megfelelő lépéseket biztonságos hazatérésük érdekében.